aki hadat üzent a megélhetési politizálásnak. A Kompország vendége Alpár György. Alpár György, a Baranya megyei Drávaszerdahely polgármestere, korábban azzal vált országszerte ismerti, hogy mulatós dalt énekelve szeretett volna pénzt szerezni járdaépítésre, máskor pedig megengedte, hogy pénzért örökbe fogadja valaki a települést. Nemrég bejelentette, hogy nem lesz többé kis települési polgármester, idén júniusban ugyanis Harkány városvezetői székéért száll majd harcba. A Facebookon nagy nézettséggel fut a Hírek, ahogy én látom című vlogja, ebben az aktuális politikai történéseket kommentálja. 2023 tavaszán az egyik alapítója volt a Politikai Hontalanok Szövetségének, ami hamarosan párte alakul. Azt mondják, hogy már mintegy 40, fényre még nem merészkedő polgármester tagjuk van. Alpár mottója, elegem van a politikusok fingreszeléséből, az ellenzéki megélhetési macskajancsikból. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgetős közéleti portré műsora, és mai vendégünk Alpár György, Drávaszerdahely polgármestere, a Politikai Hontalanok Szövetségének egyik alapító tagja, akit nagy tisztelettel üdvözlök a stúdiónkban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm szépen! És egy közélettel foglalkozó beszélgetést azt gondolom, hogy nem nagyon lehet mással kezdeni ma Magyarországon, mint hogy megkérdezem azt, hogy egyrészt mi a véleménye arról az ügyről, ami Novák Katalin köztársasági elnök körül robbant ki a napokban, tehát hogy kegyelmet adott egy olyan, tavaly a Ferenc pápa látogatásakor kegyelmet adott egy olyan személynek, aki egy pedofil ügyben, mint bűnsegéd volt elítélve, és mentesítette a mindenfajta jogkövetkezménye alól, a büntetésének jogkövetkezményei alól. Ugye itt sokan a lemondását követelik, az ellenzék tiltakozik, különféle mozgalmak szerveződnek, petíciók írnak, a köztársasági elnök pedig azzal védekezik, hogy hát neki ezt nem kell megmagyaráznia, nem szokta, mellesleg volt már ugye, amikor ezt megmagyarázta. Tehát nyilván a személyes véleményére is kíváncsi vagyok, valamint arra is, hogy Drávaszerdahelyen ez az ügy bármilyen módon megjelenik-e, témája a közbeszédnek, az emberek foglalkoznak ezzel? Nekem személyesen ez rettentően mérges, és föl vagyok háborodva ez az ügy miatt, hiszen gyakorló apukaként, ugye egy 6 éves kisfiam van, én minden formáját elítélem. Itt most nem is akarok arról beszélni, hogy én mit tennék az ilyen emberekkel. Egy köztársasági elnök, amit én soha nem is tartottam köztársasági elnöknek, Novák Katalint, hiszen őt senki nem választotta meg, hanem a Fidesz tette oda bele, ahova. Szerintem még ilyen színvonalatlan köztársasági elnöke soha nem volt Magyarországnak. Nem lep meg abszolút ez a dolga, hiszen ő nagyon távol áll attól, amit egy országnak, egy köztársasági elnöknek a hivatala jelent. Sokszor elmondtam videóimban is, hogy nekem nem köztársasági elnököm Novák Katalin, ez már jobban megerősödött bennem, én nem tartom annak. Nem csak, hogy le kéne neki mondania, hanem a közéletből el kéne tűnnie, sőt, még akár bíróság is elé is kéne állítani azért, amiért visszaállt hivatalával, és utána már én amit látok a politikában, hogy elkezdődik a szerecsenmosdatás, és próbálják magyarázni a magyarázhatatlan, de hát ezt már megszokhattuk ugye a Fidesztől, hogy ebben nagyon jó, hogy magyarázzak a magyarázhatatlant, de nekem innentől kezdve mindenki cinkosának tartom, aki ebben bármilyen szerepet is vállal, vagy csak azt mondja, hogy hát, mert ugye most avval védekeznek, hogy ő közvetlenül nem követte el, de ő csak segítette, nincs ilyen. Tök mindegy, hogy ő elkövette, ő tudta. Őneki kutya kötelessége lett volna az első pillanatban értesíteni a hatóságokat akkor ennek az embernek. Abban most nem is akarok belemenni, ami már hallottunk róla, hogy mik folytak ott abban az intézetben. És akkor még, ha ez nem derül ki, akkor ő éli a boldogan az életét ez az embernek, nem nevezhető valaki. És még nem, hogy kegyelmet kapott, hanem visszakerülhet a munkájában, újra gyakorolhatja ezt a pedagógusi életpályát, ami még jobban felháborító. Benne fölmerült egy olyan kérdés is, hogyha most valaki ezt az embert elkapja, és jó elveri, tegyük föl, akkor ő is egy elnöki kegyelmet fog kapni? Tehát ilyen nem történhet már meg.
nem történhetne meg egy olyan 2024-ben európai országban, és itt mindenkinek le kéne vonnia ezek után a konzekvenciát, és nem elég az, hogy Novák Katalin lemond, sőt, ahogy nagyon jó barátom és zászlóvivő társam Vilcsek Ernő mondta videóban, hogy nem is lemondani, hanem annak a 133 bátornak, aki annak idején megszavazta, hogy ő legyen a köztársasági elnök, őnek kéne szégyenszemre visszahívnia, és belátni azt, hogy ez egy rossz döntés volt, és Orbán Viktornak személyesen kéne belátni, hogy ez rossz. Bár én azért azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi alapján hozta meg ezt a döntést, és most már visszavezethető ez az egész egy Fidesz kapcsolatra. Igen, de nem véletlenül kérdeztem meg azt, hogy egyébként ott helyben az embereket ez valamennyire foglalkoztatja ez a téma, vagy egyáltalán eljut-e hozzájuk a hír, hiszen tudjuk, hogy az állami média gyakorlatilag negligálja az ilyen ezt a történetet, és általában a kormányra nézve kellemetlen történetekkel ez megtörténik. És nyilván a politika azért most, hogyha az erkölcsi vészcsengő nem szólal meg, és ezek szerint ebben az ügyben egyelőre ez nem történt meg, akkor cselekszik, hogyha azt érzi, hogy van egy társadalmi nyomás, tehát nem csak az, hogy az ellenzék azt mondja, hogy mondjon le, ilyen előfordul máskor is, hanem hogyha azt érzik, hogy ez valóban egy tartatatlan helyzet, és ezt a társadalom kifejezi. Tehát azért kérdezem azt, hogy helyben van ennek valamilyen visszhangja? Sajnos helyben nincsen. Tehát még a környezet, nem csak hogy a falumban, de még a környezetemben sincs, hiszen még mindig a politikával foglalkozó embereknek többsége a Magyar Egyet nézi, meg ugye ezeket a királyi és a propaganda adókat, a TV2 tényeket, meg ezeket, és ott, amíg erről nem beszélnek, akkor ez nincs. Ugye a Fidesz ezt nagyon ügyesen alkalmazza, hogy amiről nem beszélünk, az nem létezik. De amikor különböző ilyen megafonos bohócok, amikor elkezdik ezt a Facebookon, meg különböző Igen. platformokon elkezdik ezt a magyarázni a magyarázhatatlant, annyiszor elmondják, hogy a végén még egy egyszerű gondolkodó ember, aki nem néz a dolgok végén, még el is hiszi. Még a végén ki fogják úgy hozni ezt az egész Fidesz kommunikációt, hogy Novák Katalin lesz az áldozat, hogy ő meghozta ezt a döntést, mert mindenre képesek ezek. Igen. Mindenesetre én annyiban optimista vagyok, aztán majd az élet gyorsan rám fog cáfolni, mint annyis más esetben is ilyen ennek kapcsán, hogy ugye most szerdán beszélgetünk, a műsor pedig ugye péntek este lesz, akkor kerül adásba, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. Addig még sok minden történhet, lesz egy tüntetés is a Sándor Palotánál, tehát abszolút ne zárjuk ki, hogy valamifajta következménye is lesz ennek az ügynek, de mondjuk amíg beszélgetünk, valóban nem volt ennek. És egyébként ezt, hogy most szerdán beszélgetünk, ezt a nézőknek is mondom, hogy most nem tudok még friss magyar hangot mutatni, hiszen ez pénteken fog megjelenni, de egy nem olyan régi cikk, magyar hangcikkről, ami fogunk beszélni, ami ugye ezzel a mozgalommal foglalkozik. Kicsit visszamennék akkor most az időbe, hogy a kezdetekhez. 2006 óta polgármester Drávaszerdahelyen, viszont úgy tudom az életrajzából, hogy nem ott született, hanem Pécsről költözött pár évvel korábban oda. Mi motiválta önt, hogy egy nagyvárosból, Magyarországon Pécs egyetemben a nagyvárosok közé sorolható, egy pár száz fős kis településre költözzen? Hát ráadásul nem is egy olyan régióban, ami, hát hogy mondjam, nem a legprosperálóbb régiója hát Magyarországnak, az ormánság. Hát nem, az ormánságról beszélünk, ugye ez egyik leghátrányosabb helyzetű térsége Magyarországnak. Ez egy teljesen véletlen, én határőr járőr voltam, és egy igazoltatás során az akkori kocsmáros, már meghalt szegény, a Bárdos János, aki Ipacsfa polgármestere volt, mondta az igazoltatás közben, hogy beszélgettünk, és mondta, hogy el akarja adni a szerdai kocsmát, üzemeltetési jogát, és ez így egy beszélgetésből nekem véget ért ott a karrierem a 5 év után a határőrségnél, amit nagyon nem bánok, és akkor inkább azt mondtam, hogy akkor kiveszem egy ilyen, láttam, akkor még a falusi kocsmák azok nagyon jó prosperáltak. Igen, ez a 2000-es évek eleje. Ugye? Ezért még a 2000-es évek elejéről beszélünk. 2003-ban pontosabban akkor vettem ki a kocsmát. Óriási forgalmam volt, nagyon jól működött a kocsma, és így kerültem le kocsmárosként. Én azt se tudtam, igazából annyit tudtam a politikáról, hogy van egy miniszterelnök, van három közjogi méltóság, meg van egy polgármester, de hogy képviselők, meg ilyen nem is érdekelt engem, fiatal voltam, foglalkoztam vele. Aztán kocsmárosként pedig észrevettem, hogy a szomszéd településeken vannak falunapok, meg ez, meg az, meg amaz, és hát bennem volt egy ilyen kis önös izé, hogy hát itt miért nincsen semmi, mert ha lenne, akkor én kipakolhatnák, és az nekem még jobb forgalom lenne, de nem volt semmi, és akkor én elkezdtem ugye elégedetlen vállalkozóként, elkezdtem hangot adni a dolgaimnak, és akkor
elkezdték nekem mondani a helyek, hát miért nem indulsz, majd induljál. Aztán az akkori polgármester 2005-ben a hirtelen halálának miatt egy időközi választást írtak ki. Akkor elindultam, és akkor mondjuk úgy, hogy ezüstérmes lettem. Gyűjtmentként, mert ugye nálunk úgy hívják a vidéken, aki nem oda valós, hogy gyűjtment, ugye ön is említette. Igen, igen. Én pécsi vagyok, én tőzsgyökeres pécsi, meg tüke pécsinek mondják, ugye akinek három felmenője pécsi, az ugye tüke pécsinek számít, és én úgy kerültem oda, tehát abszolút gyűjtment voltam. És hát úgy gondoltam, hogy ha ezüstérmes lettem, akkor a 2006-os nagy választáson, tehát a rendes helyhatósági választáson van értelme indulni. Közben 2005-ben már leköltöztünk az akkori feleségemmel és a kisfiammal, vettünk ott egy házat, felújítottuk, és akkor, mert akkoriban a falusi élet nekünk nagyon, nagyon tetszett. Az a kis közösségek, azok az egyszerűség, az a jó levegő, meg minden a milliője egy falu. Ez csak azt tudja, aki egyszer falun lakott sokáig, az nem nagyon vágyik már vissza a városba. Tehát a városból miért vágyott el? Vagy egész egyszerűen egy ilyen hirtelen ötlet volt? Én mindig is falusi gyereknek tartottam magam. Én annak állattenyésztő is a szakmám eredetileg. Tehát nekem ez közel áll ez a dolog. Ugye város panelok között nagyon nehéz állatot tenyészteni. Tehát nekem ez mindig is közel állt a szívemhez. Jól olvastam, hogy állatkerti gondozó is voltam. Igen, állatkerti. Hát igen, úgy kezdtem. Vadakat terelő juhász is voltam. És akkor ugye 2006-os választás jött, és a nagy helyhatósági, tehát a helyhatósági választáson 2006-ban már egy az egybe indultam az akkor időközi választáson nyert polgármester ellen, és én is meglepődtem, hogy fölényesen megnyertem. Hát és az azóta így maradt. Ugye ez most már negyedik ciklusom, a legutolsó ciklusomban már kihívóm sem volt, tehát egyedül maradtam. Rengeteg dolog történt, tehát 18 évvel beszélünk. Hát ezt már még végigveszik, igen. Hát röviden ennyi. Egyébként ez a gyűjtmentséget, ahogy emlegette, ezek szerint nem volt hátrány, amikor, ha úgy tetszik, politikai vagy helyi közéleti karriert kezdett, mert hogy mondta, hogy egyenesen a helyiek biztatták arra, hogy akkor, ha annyit kritizál, akkor nézzük meg, hogy mit tud, hogyha a döntési helyzetbe kerül. Vagy ez egész egyszerűen mondjuk a kocsmárosi pozíció az olyan, hogy egy faluba, hogy... Nem. Hogy... Kocsmárosként szerintem, akik följárt a kocsmába, az nem szavazott rám egy sem annak idején. Mert mindig azt mondták rám, hogy ha fele ilyen szar kocsmáros leszel, mint polgármester, akkor az már nekünk nem jó. De igazából ezt úgy vízből mondták meg minden, de valamilyen szinten a lakosság akkor fölismerte már akkor a településen, hogy nem biztos az jó, hogy nem biztos, hogy az jó és előre viszi egy települést, ha mindig lokálpatriótát választanak, egy odavalósot. Mert ugye annak rokonai vannak, barátai, ismerősei, valami fajta elvárást támasztanak vele szembe. És akkor úgy gondolták, hogy ugye én már szerveztem rendezvényeket, meg mindent, és akkor úgy beszéltem az emberekkel, én amúgy egy nagyon közvetlen ember vagyok, jókedélyű emberként tartanak nyilván, én megtalálom mindenkivel a hangsúlyt, a fiataloktól kezdve az öregekig, én magyar nótáztam, tehát én akkor már magyar nótáztam a nyugdíjas klubbal, az öregekkel, amikor még szósabban se került, hogy én polgármesternek akarok indulni, tehát nem azért, hogy én megjátszom magam, hanem mert én ilyen vagyok. És akkor a település fölismerte azt, hogy nem biztos, hogy kéne adni egy lehetőséget, és én szerintem ez nagyon sok településnek, én régen is sokszor elmondtam, nagyon sok településnek ez a hátránya volt, hogy a polgármester választást nem vették komolyan, hanem mindig indították, mondjuk legyen a Józsi, mert a Józsinak van rokon, félfalú a rokona, és megválasztotta a Józsit. Tisztelet a kivételnek, aki nem. De nagyon sok esetben ugye csak úgy tengett-lengett egy falu, az évek teltek, de igazából nem fejlődött. Hát ezt láttuk azt ugye Szerdahelyben is, hogy nagyon sokat kellett bepótolni, nagyon sok év elmúlását kellett bepótolni több településhez képest. Ugye, ahogy olvastam, a kezdetben azért az anyagi lehetőségek nem voltak túl fényesek ebben a faluban, tehát a megválasztása utáni időszakban, hiszen ekkor tájt történt ez a bizonyos mulatós lemez, amit ugye azzal a célra készített, hogy ennek a bevételéből. Ez már utána, ez kicsit később. Kicsit később, de hogy ez 2010 körül volt, ugye? Igen, igen. Hogy egy járdát fel tudjanak újítani. Nem tudom, hogy ez sikerült a járdát ebből a bevételből, vagy azért máshogy? Megépítettük a járdát, nem ebből, de megépítettük a járdát, azt is ugye önerőből építettük meg. 2007-ben
csináltam egy nagyon merész ötletet akkoriba, és főleg kisfaluba, hogy úgy gondoltam, hogy mindent örökbe lehet fogadni. Igen. Akkor gondoltam, hogy egy települést miért ne lehetne örökbe fogadni. Na, ezt bejelentettem én, mint kisfalusi polgármester. Hozzáteszem, hogy 28 évesen kezdtem a polgármesterséget, tehát még pejhedzett az állam fiatal legényként, és tartottam egy, mint a nagyok, egy sajtótájékoztatót Drávaszerdáján. Hát el tudja képzelni, hogy mekkora igény volt erre a sajtótájékoztatóra. Mivel akkoriban a független hírügynöksége, az akkori RTL-nek, a független hírügynökségének a hölgy dolgozója, szerintem nem volt más dolga, és ezt látta, ezt a sajtótájékoztató megkérdett, és kijött már, megnézte, hogy ki ez a hülye, aki ilyet csinál, vagy mit akar ez. És kijött, és odarakta a mikrofont a szám elé, hogy akkor én mondjam el, és én mondtam, hogy szeretném örökbe adni a falut, ezt elmondtam, és bementék az akkori RTL Klub híradóba, akkor még nagyon internet sem létezett így. Igen. És hirtelen másnap, de két napra rá, gyakorlatilag annyi sajtómunkatárs jött le mindenhonnan, és forgattak, hogy ki ez az elmebeteg gyerek, aki ilyet csinál, hogy örökbe adjam a falut. Ez teljesen saját ötlet volt? Tehát ez így egyszer csak úgy kipattant az agyából. És utána nekem folyamatosan jöttek ezek a, mondom úgy, szépen mondom inkább, hogy innovatív ötleteim, tehát hogy a szokásostól eltérő megoldások. És jöttek a sajtótól nagyon sokan, és kérdezték, ugye, és először hát ilyen, hogy bemutassák, hogy van egy ilyen srác, aki polgármesterként, egy kis település polgármester, örökbe akar adni a falut. És ez hogy gondolom, és hát az igazság, akkor a faluban ez egy elég megosztó dolog lett, ugye, mert hát ilyet csinálni, hogy, és ugye kellett magyaráznom a faluban, hogy nem történik semmi. Hát majd, ha egyszer jön egy örökbeadó, akkor az... Úgy éreztek, hogy ez egy kicsit olyan szégyenteljes dolog, vagy hogy... Meg, hogy mi ez, mert úgy vették sokan, hogy olyan, mint egy kutyát, hogy örökbe, egy kivert kutyát örökbe fogadnak, az hazavitt, de itt nem visznek el senkit, hát nem fognak elvinni senkit. Aztán jelentett... Ez tulajdonképpen egy ilyen szponzorálásnak egy formája, igen, tehát máshogy van szponzorálásnak egy formája. Aztán ennek köszönhetően sokan jelentkeztek, ilyen különböző adományokat kaptunk, még nem jött egy úr, aki eljött, és akkor 1 millió forintot, akkor ez egy nagyon nagy pénzről beszélünk, akkoriban 2007-ben, 1 millió forintot ám, mert neki tetszett nagyon az ötlet. Na hát és onnan lett igazából még nagyobb a sajtó érdeklődés, hogy ez bejött, hogy kaptunk 1 millió forintot, és akkor hát onnantól már különböző dolgokat találtam ki, volt ez a, ugye, hogy elég jó énekelni tartottak, elég jó énekesként tartottak nyilván, és akkor egy stúdiós srác mondta, hogy tök jó, én nem éneklem. Aztán jött ebből, hogy akkor csináljunk egy lemezt. Igen. De miért csináljunk egy lemezt? Hát, hogy járdát lehet, és mert egy nagyon 40 éves járdánk volt, ilyen régi cementlapokban, tehát ilyen állt rajta a víz, babakocsival nem lehetett, borzasztó volt. És akkor, hogy abból a lemez eladásból, és akkor is sajtó, meg még egy-két olyan ötletem volt, amivel úgy próbáltam mindig, hiszen pénzünk nem volt, de próbáltam a sajtóba bentartani Drávaszerdai községét a tudatba, hogy itt van egy ilyen település. És próbáltam felhívni a figyelmet rá. És egyébként ez meddig tartott? Vagy ez egy egyszeri adomány volt, ez az 1 millió forint, és akkor ez így... Ez egyszeri adomány volt, akkor a vendégházunkra költöttük rá, tehát elég sok mindent meg tudtunk belőle csinálni. Akkoriban még 1 millió forint nagyon nagy pénz volt. Úgyhogy aztán jött ugye a település életében egy ilyen nagyon nagy lehetőség egy gázátrakóval, az iparűzési adóval, gondolom úgy is rákérdezett volna. Igen. Akkor megváltozott a település élete. Bár már akkor is, nekem az már akkor nem tetszett a kormánynak azon intézkedése, hogy cserébe azért, mert magas iparűzési adót kapunk, ezért elvette tőlünk teljesen az állami normatívát. Tehát ez olyan, mintha ön a munkáltatója azt mondaná, hogy ha egy másodállásból jó jövedelmet kap, akkor én innentől nem adok önnek fizetést. Igen. Tehát ilyen a világon nincsen. Mindegy, akkor én még úgy gondoltam, hogy jó, ez van, magas iparűzési adót kapunk, nem szólok. Itt már a 2010-es években vagyunk itt az elején. 12. Itt már 2012. Orbán kormány van, igen. Igen, itt már Orbán kormány. Én a Gyurcsány korszakban is voltam, soha nem kívánnám többet vissza azt az időszakot, amikor a Gyurcsány korszak volt. Én nagyon örültem annak idején a Fidesz kormánynak, sőt 2010-ben még Fidesz színekben. De ezt akartam még kérdezni. 2010-ben igen. Fidesz színekben indultam. Most hát, hogy először ugye független volt, aztán igen, fideszes. Sőt még akkor, ha igen. Nem tudta volna, még azt is elmondom, hogy 2007-ben, azt hiszem, hogy 8-ban egy pár hónapig SZDSZ tag is voltam. Igen. Tehát beszerveztek az SZDSZ-be, pár hónapig voltam csak tag. Na de 2010-ben már Fidesz színekben indultam, nem futottam be hosszú karriert, mert pár hónap múlva hát szokták meg, kirúgtak, mint macskát szarni, ugye? Azt hiszem, hogy mi voltam Fideszben a vonzó,
És mi volt az oka annak, hogy a Fideszben az volt a vonzó a szocialista kormány után, amikor lejött személyesen Orbán Viktort, én láttam, eljött oda Sejjére, és ott tartott egy olyan beszédet, amit én is hallani akartam egy politikus szájából. Igen. Egy leendő miniszterelnök, amit ott mondott, még én is tapsoltam neki, hogy de jó, hát ez végre ez kellett nekünk. Aztán ugye becsatlakoztam a Fideszbe, és Fidesz színekben indultam, de mint mondom, 5 hónap volt a karrierem, mert kidobtak belőle, mert én nem tudtam, hogy nem szabad nekem szólni, nem lehet véleményem egy párton belül. És én akkor megkérdőjeleztem az akkori országgyűlési képviselőnek azt, hogy a megyei közgyűlés tagjai miért azok lettek, akik, tehát full hozzá nem értő, semmilyen nívótlan, nem akarok több dolgot ráaggattani emberekre, hogy miért azok lettek, akik, hát kapásból tudnék 15 jobbat mondani. Aztán ebből lett, hogy én milyen jogon bírálom fölül az ő döntését, és a vége az lett, hogy a nagyon jó kapcsolatunkból gyakorlatilag úgy összevesztünk, hogy azóta sem beszélünk, hála jó Istennek, ennek nagyon örülök mondjuk, de és ki is dobtak a Fideszből. Tehát akkor nem is ön távozott, hanem az ellenvélemény az elég volt hogy és akkor hamar rájöttem, hogy a pártoknál nem lehet ellenvélemény, tehát így nekem nincs kedvem. Tehát nincs helyen pártoknál. Igen, akkor most még erre a földgáz üzemre térjünk egy kicsit vissza, ugye ez, ha jól sejtem, ez nem úgy került oda, hogy a település lobbizott volna, hanem egy döntés született valamikor, hogy akkor az ott lesz, és akkor az iparűzési adó. Akkor ez tulajdonképpen egy ilyen... Hát ez úgy volt igazából, ugye, hogyha szoktam mondani, hogy akkor tervezőnek egy picit megcsúszik a keze, akkor a másik településre megy. Ennek szerencsének köszönhetően, tehát ezt gondolom bizonyos műszaki szempontok alapján lett ott, ahol lett. Én úgy tudom, hogy voltak rá próbálkozások, hogy ne ott legyen, hanem más településen, az akkori párthoz közel állóbb emberek, de hát azért megemeltem volna a költségeket, hogy nem lett. Ugye erről még 2010 előtt született döntés, hogy ez 2011-ben. Ja, igen. 2011-ben lett, ugye, és hát ami a nehéz volt először is, hogy meghozni a döntést, hogy iparűzési adót vezessünk be, mert nem volt. És először ugye megindult a lobby az iparűzési adó bevezetése ellen a más vállalkozók részéről, meg különböző, tehát kétszer kellett tartanom testületi ülést, és harmadszorra szavazták meg a testületi tagok, mert mindenféle oldalról ment, hogy hát ne legyen, mert ebben mi csak rosszul járunk, meg tehát a Gyuri nem mond igazat, meg így, meg úgy, meg amúgy. És aztán megtörtént, én meg úgy voltam vele, hogy akkor is, hát hogyha csak 1 millió forintot kapunk pluszba, az nekünk óriási pénz, és akkor utána jött az a dolog, hogy bevezettük az iparűzési adót, és az akkori jegyzőm, aki azóta már Kozár Mislány polgármestere, fölhívott és kérdezte, hogy ülök-e vagy állok, ha meg állok, akkor üljek le, mert ekkora az akkoriban 17,5 millió forintot kapni, bocsánat, 34 millió forintot kapunk iparüzési adót állapítottak meg az akkori 8 millió forintos összköltségvetés mellé. Az akkor ez egy kisebb fajta csoda végül is. Hát ez egy ilyen lottó ötösnek felel meg szerintem polgármesterként akkor. És akkor nekiálltunk, eltöröltünk adónemek, minden adót eltöröltünk, és akkor elindultunk ezen a jóléti intézkedések mentén, ugye azokat a dolgokat, amik nagyon-nagyon sok éve járda, hídak, és minden olyan dolog, ami meg kellett csinálni azt, de főleg a lakosságra, tehát ott olyan annyi kedvezmény volt drávaszerdai lakosnak lenni, hogy nagyon sok pénzt hagytuk az emberek zsebébe. És ennek volt olyan következménye, vagy olyan hatása, hogy vonzó lett oda költözni máshonnan? Igen, mindenhonnan szerettek volna oda költözni, mert ugye csodafaluként voltunk, nyilvántartva, meg nagyon sokat foglalkozott velünk a média. Például volt az is, amikor 2000 forintot fizettünk egy kiló leadásáért, meghirdettünk egy ilyen akciót. Nagyon egyszerű volt, csináltunk egy konditermet, és az új konditeremhez csináltunk egy akciót, hogy lemérjük a helyi versenyzőket, az a lényeg, hogy levérjük, hogy ennyi kiló vagy, mondjuk 100 kiló vagy, ezt aláírod, mind a ketten aláírjuk, lepecsételjük, és 6 hónap múlva újra lemérjük, és megnézzük, hogy hány kiló voltál, és ahány kilóval kevesebb, vagy annyiszor 2000 forintot fizetünk. És ez szintén akkor nagyon fölkapta a média, és akkor az egyik nyertes az majdnem 46 ezer forintot kapott, vagy hogyan, ez elég sokat fogyott. Ugye ez elég hatásos díj. Akkor még ki is számoltuk, 2,5 mázsát adott le akkor 6 hónap alatt Drávaszerdai lakossága. Igen, de akkor a lakosság száma az érdemben nem változott. Azóta igen, nagyon sokan meghaltak, megmentek ki külföldre. De a 219 fővel kezdtem én a polgármesteremséget, most 168-an vagyunk. Viszont nincs eladóházunk, most sincsen.
Igen. Tehát, hogyha most ön azt mondja, hogy szeret Szerdahelyben házat vásárolni, akkor nem tud. Igen. Megfontolom még, de vagy esetleg, hogy amikor van, akkor jelezze. Egyébként munkalehetőség az a faluban környéken? Harkányi Siklós közelsége miatt, meg igazából Pécs sincs, aki mobilis, tehát hogy van autója, annak még Pécs sincs úgy igazából messzi. Sőt, most már ugye megváltozott annyira a munkaadók, hogy most már mindenkit hoznak, visznek, tehát most már ez a bejárás sem okoz ilyen nagy problémát. A munkába járás, amúgy minden más igen. Igen. Most azt szokták ugye mondani, hogy a jelenlegi rendszer az nagyjából úgy épül fel a kis településeken, hogy ott a polgármesterek, akik ugye most vagy fideszesek, vagy függetlenek, de a függetlenek jelentős része is valójában a Fideszhez kötődik, és hogy igazából az a túlélés, vagy a fennmaradásnak az áloga, hogyha mondjuk jó kapcsolatot ápolnak a térség országgyűlési képviselőjével, ami vidéken gyakorlatilag fideszes képviselőt jelent, ugye két választókörzetet leszámítva az egész országban, ugye nyilván Budapest egy külön történet. Most ön számára ez az út nem járható, ez ugye hamar kiderült, hogy ez a fajta kapcsolatrendszer így nem fog működni. Ugye jött ez a földgáz ügy, és akkor ebből az iparűzési adó, ami nyilván lehetővé tette azt, hogy mondjuk ilyen forrásokra nem lesz szükség, vagy ilyen módon nem kell kiállni forrásokat, de ha jól tudom, azért ez az időszak most átmenetileg véget ért. Igen, most jelenleg 2021 óta nem kapunk iparűzési adót, hiszen a földgázszállító az eszközökre fizetett, igen, tehát nem tevékenységre. És ez sajnos 2021-ben derült ki, 10 év után, és egyből könyvelés technikailag ugye leamortizálta 10 évet egyszerre, így most 2025 második feléig gyakorlatilag nem fogunk kapni iparűzési adót, de ezzel szemben meg még ugye a csökkentett állami normatívát kapjuk a elméletek magas iparűzési adó miatt. Tehát egy ilyen olyan agyrém működik a közigazgatásban, hogy aki egy kicsit ezbe belelát, tehát az emberek úgy fogják föl sokszor, hogy mert a Gyurka elköltötte a falu pénzét. Nem tudom elmagyarázni. Tehát nem tudom elmagyarázni, hogy ez miért van. Igen, igen. Tehát én nem költöttem. Most ezek a kedvezményekhez most, amiket adtak akkor, minden, amikor nagyjából minden megszűnt. Most egyetlen egy olyan kedvezményünk van, a gyerek reggeliztetés. Tehát az úgy van most Drávaszerdában, hogy van egy saját boltunk, meg egy lángosozónk. Ez egyedülálló az országban, nincs több ilyen, még egy kis település, akinek saját lángosozója és boltja van, saját üzemeltetésű. És ebben a saját üzemeltetésű boltunkban minden nap a gyerekek mennek reggel, az összes 14 éves korú gyerek, ugye az óvodások nem már ott kapnak, hanem az általános iskolát 14 éves korig mennek a gyerekek, és ott minden nap reggelit kapnak. Tehát ebben segítve a szülőket, hogy nem kell készíteniük reggelit, hanem a gyerekek megkapják, bejönnek minden nap, jönnek a reggel a gyerekek a boltba, fölveszik az elemózsiát, és akkor visznek hozzá egy üdítőt, egy csokit, egy akármit, ugye megvan az, hogy minden nap mit készítünk ott a igen, kollégák, és azt viszik el. Tehát most ez az egy segítség van, mert ugye régen mi fizettük a gyerekeknek az étkezését is, teljesen független attól, hogy milyen anyagi helyzetben volt a család, az összes fakultatív oktatás, strandbeléptől kezdve, kutyaoltás, most nem is tudnám sorolni, hogy mennyi mindent az önkormányzat állt. Igen. A kormányt ugye több ilyen videóban is bírálta azért, vagy a szóvá tette, hogy ugye próbál pályázni, faluprogram, minden egyéb lehetőséget kihasználni, és hogy nem sikerül ezeken a pályázatokon nyerni. Hogyha ez a láb is kiesik, és kiesett ez a másik láb is az iparűzési adó, akkor tulajdonképpen milyen bevételei vannak a településnek? Hát csak is kizárólag az állami normatíva, ami igen szerény. Tehát abból igazából nem nagyon lehet egyről a kettőre jutni, hiszen az állami normatíva és egy településen úgy adódik össze, hogy most már feladat alapú finanszírozás van, tehát nem lakosságarányos. És ugye megcímkézett pénzek jönnek a településekre, amit arra a dologra kell elköltenünk. És mivel Drávaszerdai nem egy hátrányos helyzetű település, tehát az ott lakók nem szociálisan rászorultak, tehát hogy általában jó az életszínvonal, ezért így nem is kapunk. Ami a térségben azért nem jellemző, gondolom így. Vagy. Igen, vannak olyan települések, ahol például nálunk még a szociális támogatás nem éri el azt hiszem a 800 ezer forintot egy évben, nagyságrendileg ugyanekkor a lakosú településnek meg 10 millió forint. Tehát ugye, hogy mennyi a szociális segélyre jogosult és az szociálisan rászorult család, kiskorú gyermek, és ez egy ilyen szorzóba kell. Tehát azt annyira bonyolultá tették, hogy ezt egyszerűen ember legyen a talpán, aki ezt tudja értelmezni. Igen,
Most viszont júniusban nem fog elindulni a faluban polgármester jelöltként, hanem azt tervezi, hogy Harkányban, a közeli Harkányban, ugye ez egy nagyobb település, ott kívánja megméretni magát. Mi motiválja ezt a döntését, és egyébként a faluban ezt hogy fogadták? Nem érzik ezt egy kicsit cserbenhagyásnak, hiszen azt, hogy 2006 óta mindig megválasztották, és számomra azért arra utal, hogy többé-kevésbé csak elégedettek voltak az ön tevékenységével. Van egy mondás arra, ami, hogy idősödök, egyre jobban bejönnek azok a mondások, amit régen nem tudtam mire vélni. Van az a mondás, hogy a saját hazádban nem lehetsz proféta. Nincsenek elájulva, soha nem is voltak a drávaszerdek elájulva. Még a külsősök, mindenki Magyarországon csodájára jár a településre, és azt mondják, hogy de jó lenne, így lenne, vagy csak fele ilyen jó lenne, ott megszokott. Tehát minden ilyen dolog megszokott volt, és ettől függetlenül nem érzem azt, hogy bárki a lakosság közül most annyira nagyon sajnálná, hogy én elmegyek. Nem is kell, mert én mindig azt mondom, hogy nélkülözhetetlen emberekkel tele van a temető. Én azt látom, hogy hogy fogják kivéreztetni, már látszik, hogy fogják, ezt már egy éve mondom, hogy fogják kivéreztetni az önkormányzatokat, és főleg a kicsiket. Az ezer fő alatti településeknek vége lesz pár éven belül. Örülnék, ha azt mondanám, hogy nem lesz igazam, de igazam lesz. Tehát ez tökéletesen látszik a folyamat, csak nagyon sokan szintén úgy akarnak csinálni, mintha ezt nem vennék észre, de én már észrevettem, tökéletesen látszik, én ennek hangot is adtam, és én nem akarok részt venni abban, amikor már egy ilyen település csak úgy fog tudni életben maradni, hogy különböző adónemeket vet ki, különböző gyakorlatilag a bizonyos szolgáltatásait szünteti meg, függeszti föl, és gyakorlatilag, és minden ér is a polgármester a hibás. Tehát nem a kormány, mert a kormány ez mindig nagyon ügyesen átolja a polgármesterre a hibát. Miért nincs pénze az önkormányzatnak? Mert a polgármester elköltötte. Nem azért, mert... Tehát akkor kicsiben is, vagy kis településen is az megy, amit mondjuk a fővárosban látunk. Igen, tehát, igen. Igen, és ez nagyon nagy a baj a polgármestereknek, hogy nem mernek ennek hangot adni. Ahogy egy polgármester kollégám szokta mondani, hogy jelenleg a polgármesterek a hallgatásukért vannak fizetve, nem a munkájukért. Szépen be van fogva a szája minden polgármesternek, és függővé van téve Magyar Falu Program különböző pályázatok útján, mert ugye mindig azt mondják, hogy jó, hát Gyuri, igazad van meg, de minek kell ezt meg, mert én nem bírom. Ó, ezt ismerős, igen. Igen, tehát, hogy én nem bírnék így lefeküdni, aludni, hogy én olyanokat kell megosszak Facebookon, vagy valamivel abszolút nem értek egyet, és olyanokat kell megcsinálni, amit tudom, hogy a településen, meg a településen élőknek nem a javát szolgálja. Márpedig nem a javát szolgálja. És ezért én azt gondoltam, hogy itt véget is ér az én önkormányzati karrierem. Fiatal gyerek vagyok, nem ijedek meg semmit. De ha most elindulna a faluban, akkor úgy gondolja, hogy azért most is megválasztanák? Nem tudom. Ezt már igazából nem tudom. Uh-huh. Most van, aki azt mondja, hogy nem választanák meg, de én még nem is tudok róla, hogy lenne ellenfelem. Tehát 19-ben sem volt. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy a kis település részét, most így hülye mondat ez, de kiültem azt a lovat, tehát 18 év, bőven van akkora tapasztalatom, és hát igazából én úgy voltam ezzel a kérdés, hogy én be akartam fejezni magát az önkormányzatiságot, a polgármesterséget, de ugye látván azt... Hát ehhez képest ez egy szintlépés lenne. Igen, de látván azt, hogy ugye mi van Harkányban, és többen megkerestek Harkányban, és most bárki számára azon furcsa lehet, hogy miért gondolja egy kisfalusi polgármester azt, hogy Harkány egy városban indul. Ugye ezt ismerni kell, aki ismeri a helyi dolgokat, az tudja nagyon jól, hogy én 2012-től 2012-től 7 éven keresztül közös önkormányzati hivatalban voltam Harkánnyal. Tehát ismerem Harkányt, ismerem minden nyugét, baját, minden nap ott vagyok, 3 kilométerre vagyunk, ismerek szinte mindenkit Harkányban, tökéletesen. Tehát, hazai pálya. Abszolút hazai pálya, meg egy nagyon fontos dolog, ugye a mai helyzet ugye az hozta, a politika, hogy mivel nem tiszta játékot játszik ugye a Fidesz, akkor egy olyan bástyát, mint mondjuk Harkányban, mindent elkövetnek egy olyan ellen, aki mondjuk egy egzisztenciálisan mindenhogyan köztiszteletben álló ember, csak még régen gondolta azt, hogy hát én most elindulok polgármesternek, elindultam, megy egy polgármesteri kampány, vesztettem, mit tudom én, de most ugye az van, hogy ha elindulsz, akkor véged van. Tehát rád állnak. Most vegyünk mondjuk egy autószerelőt, van egy köztiszteletben álló autószerelő, műhely tulajdonos, és azt mondják neki, hogy Józsikám, induljál. És akkor most ő elgondolkodik az, hogy hát én most induljak azért, hogy utána ide jöjjön a NAV, a munkafelügyelet, mert ez lesz. Tehát ezt már mindenki tudja.
Tehát nagyon kevés... És a jelenlegi polgármester fideszes, aki gondolom indulni fog. Tehát nem, akkor... nem, hogy a polgármester, az egész képviselőtestület fideszes. És én meg, hát nekem nem kell, én nem titkolom már évek óta, hogy nem ápolok jó kapcsolatot a fideszes, sőt, igen, csak kritizálom. Úgyhogy ez nem érte őket váratlanul ebből a részből. És hát mindenre képesek egy kampányba, de nekem az a szerencsés helyzet ilyenkor, de nekem nincsenek vállalkozásaim, nincsenek ilyen kétes Értem. Ügyeim. Igazából én bérből, fizetésből érő ember vagyok, bárki is bármit gondol. Én annyira szívesen bele... Főállású polgármester? Igen, most főállású vagyok, és nagyon szívesen, ha lenne ilyen most, de bármikor, bárkivel nagyon szívesen egy vagyonosodási vizsgálatot is megcsinálik bármikor, mert nekem nincs mit titkolnom. És attól nem föl, mondjuk egy ilyen mondás, hogy két szék közt a pad alá esik, tehát hogy feladja nem, a falut, és akkor abszolút. Nem sikerül Harkányba, akkor, vagy, de akkor esélyesnek érzi magát, hogy Harkányban? Abszolút esélyesnek, hát azért tudni kell. A hangulatot akkor úgy felmérte, hogy... Hát én tisztában vagyok avval, hogy ugye én szoktam mondani, hogy vannak a jelöltek, meg az önjelöltek a választáson. Ugye van a jelölt, a Pista, aki mindig elindul, de lásd Gyurcsány Ferenc. Igen. Ő mindig elindul, és mindig kikap. Ha most egy közismert Igen. embert akarok mondani, de ez így van településeken is, amikor van valaki, aki mindig elindul, de nincs gyakorlatilag mögött a társadalmi támogatottság. Tehát azért én fölmértem azt, hogy nekem milyen társadalmi támogatás. Nem mondom azt, hogy egy nagyon fontos, én nem tudok veszteni. Én nem veszthetek Harkányba, legfeljebb nem nyerek. Ott veszteni csak a jelenlegi polgármester tud, én legfeljebb nem nyerek. Én nem voltam Harkány polgármester, legfeljebb nem leszek. Igazából én nem félek a két szék közé ülés, mert azt én már eldöntöttem, ugye, hogy Szerdahelyben nem leszek polgármester. Ha kapok bizalmat Harkánytól, akkor azt a gyakorlatomat, azt a tapasztalatomat, azt az innovációimat, azt a lendületemet, polgármesteri képzettségemet átadom, vagyis beleteszem 100%-ba a településbe, ha nem, akkor én ettől nem ijedek meg, hiszen, mint mondtam, fiatal ember vagyok, rengeteg lehetőség van most a civil életben is, rengeteg kecsegtető lehetőség, egyre több. A lehetőség, úgyhogy én nekem olyan nagy veszteni való ebben nincsen. Meg nyilván akkor a mozgalom építésére is talán több idő is juthat. Még azt akarom ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy azért a körzetben azért a népszerűségét nyilván nem település szinten, hanem választókerületi szinten valamennyire meg tudtam érni 2021 őszén, amikor részt vett az előválasztáson, tehát az ellenzéki előválasztáson, ami ugye nem sikerült igazán jól, és aztán elég kemény szavakat is mondott magáról az előválasztási folyamatról. Ugye ott, ha jól emlékszem, a DK jelöltje nyerte Igen. meg az ez előválasztást. Ez egy förmedvény. Az előválasztás maga az egy förmedvény. Bárki bármit mond, ez egy förmedvény. Ez nem működik Magyarországon, főleg ilyen körzetben. Maradjunk a Baranya 4-es választókörzetében, 174 településről beszélünk. Amikor én a civilek a parlamentben akció keretén belül indultam az előválasztáson, akkor még a Jobbik támogatott, a Jakab-féle Jobbik támogatott, meg a Mindenki Magyarország, és amikor a füstös szobákban, ahogy szokták mondani, közölték, hogy előválasztási urnák csak 4 településen lesz jelen a 174-ből, akkor onnantól kezdve tudtam, hogy ott már értelme nincsen. Tehát még 168 településre bemehet úgy a DK jelölt, hogy azt se tudják, hogy ő kicsoda. Tehát a kis településekről beszélünk. Én meg bemegyek, és az én mulató zenémre táncolnak, vagy én bemegyek. A 174 település bármelyikére, és így tudják, hogy ki az az Alpár Gyuri. Tehát torz eredmények fognak születni. Mert ugye itt arról szólt az előválasztás, hogy ki tudja jobban mozgósítani a sajátjait. De ez torz. Igen. Ez torz, mert a két nagy településen, Harkány meg Siklós elvitte a DK szavazóit, és abban így is mondjuk 200 szavazattal maradtam le, hogy nekem nem volt semmi telefonálás, meg mozgósítás, meg semmi. Hát ha még egy kicsit beleraktam volna, de nagyon örülök, hogy így történt, mert nem engem vertek el legalább a választáson. Igen, hát az nyilvánvaló, hogy ott sem az ellenzéki jelölt nyert 2022-ben. És akkor rátérhetünk a Politikai Hontalanok Szövetségére. Ugye az újságunkban jelent meg a miskolci rendezvényükről egy riport, és ugye itt már az is elhangzott, hogy azt tervezik, hogy párttá alakulnak. Na most a mozgalomnak a gyökerei oda nyúlnak vissza, hogy lényegében egy Facebook oldalról indult ez az egész, tehát ha ez párta alakul, akkor ez végül is egy politikatörténeti pillanat lesz, hogy egy Facebook oldal generál egy mozgalmat, és abból alakul párt. És ugye az előbb elmondta, hogy a
kis településeket hogyan akarja a kormány kivéreztetni. És ugye ebben a mozgalomban döntően kis települési polgármesterek vesznek részt, ők kezdeményezték ön, illetve a Vilcsek Ernő Borsodból. Ez, ha úgy tetszik, erre a folyamatra is egy válasz akar lenni? Tehát ami az önkormányzatiság elsorvasztását illeti, tehát hogy ez ellen szerveződnek részben, vagy úgy általában a jelenlegi politikai elit ellen? Tehát kezdeném az elejéről. Nem gondoltuk mi, hogy mi nekünk sem a Vilcsek Ernők, sem meg én, hogy nekünk a nagy politikába kéne részt vennünk. Tehát, hogy az elejéről kezdem, van a Vilcsek Ernő, Borsodban egy Jákfalva polgármester, aki egy kopasz ember, és kiabál a videóiban, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendettek a videói, így elmondta az ő tájszólásában a politikához fűződő gondolatait. Majd az ország legmesszebbi pontjától tőle volt egy másik polgármester, én, aki Dráva Szerdájban készítettem a Hírek, ahogy én látom című műsort a Facebookon, amivel lefordítottam a egyszerű nyelvezetre a politikai híreket, a közéleti híreket. És egyre többen nőtt a nézettségünk, a követőnk. És minket a internet népe hozott össze, mert én nem is tudtam, hogy ő létezik, ő se rólam. És akkor vett fel a Vilcsek Ernővel kapcsolatot, neki is. És annyiszor hallottunk egymást, hogy aztán végül is egymásra telefonáltunk. És hát nagyon hamar kiderült, hogy egy követ fújunk. Tehát nagyon egy rugóra jár az agyunk ezekbe a bizonyos dolgokba. És ahogy megjelentünk többen, mindenki azt mondta, hogy de jó lenni benneteket közös videóba, meg izé, meg úgy. És hát, és ez, hogy onnan indult ez, hogy nektek kéne valamit csinálni. Mert szüksége van az embereknek valami újra, teljesen újra. Ezt mi sem tudtuk, hogy mi ez. Aztán elkezdtük ezt a dolgot, hogy akkor adjunk neki nevet. Mik vagyunk mi? És ilyen különböző ötlet kommentekből jött be az, hogy hát ugye mi nem tartozunk sehova, nincsen pártunk, nincsenek ideológiáink. És így volt ilyen kommentből, hogy politikai hontalanok vagyunk. Tehát politikai hajléktalanok vagyunk, hontalanok, és így lett a nevünk politikai hontalanok. És így indult el gyakorlatilag ez a mozgalom, ami valóban egy alulról induló kezdeményezés. És valóban most úgy mondják szakemberek, hogy ez az Európában egyedülálló, hiszen ilyet még nem látott senki. Hiszen általában egy párt az úgy szokott létrejönni, hogy összeülünk egy 8-10, kitaláljuk, hogy a Boldog Élet pártja, mondjuk, mit tudom én, fogunk egy nagy nevet mellé, aki aránylag közismert, és akkor az köré építjük fel az egészet, és akkor elkezdjük mindenkinek mondani, hogy gyere, aztán csatlakozzál hozzánk. De ez most pont fordítva van, tehát mi elkezdtünk alulról, úgy, hogy nekünk nincs elnökségünk, meg mi nem hiszünk ezekben. Tehát teljesen háttérbe szorítottuk ezeket az általános politikai dolgokat, és vannak olyan ismerőseink, támogatóink, akik elég komolyan értenek a politikához, és azt mondták nekem, volt az egyik, aki azt mondta, hogy nem tud segíteni nekem, mert egy teljesen új irányvonalat képviselünk, amit ő nem tud, nem lát. Tehát nem tudja, hogy mi után mi jön. Tehát ő is már csak figyeli ezt az eseményt, hogy hogy alakul ki egy teljesen alulról jövő kezdeményezést, gyakorlatilag az internetről. És ugye elértük, azért mi ezt csak gondoltuk egy mozgalomnak. De hogy láttuk ezt a folyamatos gyarapodást, és még most itt beszélünk, simán tudtam fogadni mernék, hogy legalább 25-en csatlakoztak a Facebook csoportunkhoz, ez az egy óra alatt. Szóval olyan számok jönnek ki, hogy van, amikor egy nap alatt 200 ember csatlakozik a Facebook csoporthoz, és ami a nagyon fontos a Facebook csoportnál is, hogy ilyenkor az embereknek vállalni kell arccal, névvel magukat, persze van közöttük troll, de azért nagy többsége arccal, névvel vállalja magát, és ami még nagyon fontos, hogy elkezdődött a szervezkedés, elkezdődött a pártoknál ezt alapszervezeteknek hívják, nálunk nem tudjuk, hogy minek hívjuk, mert nálunk nincs elnökségnek, nincs elnök se, nálunk zászlóvivő az Ernő meg én, mi vagyunk az arcai, mert ez tagadhatatlan, hogy mi vagyunk az arcai ennek a szövetségnek, de nálunk nincsenek ilyen elnökségek, nincsenek ezek a régi megszokott dolgok, mi teljesen szakítottunk ezekkel a hagyományokkal, és hát az az igazság, hogy kocsmai szinten beszélünk. Elég sokszor... Igen, hát azokat a fórumokat, azokon a fórumokon, hogy mondjam, nem feltétlenül
olyan stílusban beszélnek, bár most már nem azt mondtam, hogy mint a parlamentben, aztán eszembe jutott, hogy azért ott is elég, hát hogy mondjam, időnként alpári módon szoktak megnyilvánulni a képviselők, de hogy akkor mondjuk így, hogy ez a, igen, ez a kocsmai stílus, tehát ez a szókimondó stílus. De igazából nem csak kocsmába beszélünk ám így, hanem otthon. Igen. Otthon az ebédlő, aztán a családon körébe beszélünk így. És amikor mi fórumot tartunk, mi családlátogatásra megyünk minden pénteken, és ha hiszi, ha nem, minden egyes fórumunk teltházas. Olyannyira, hogy már a folyosón állnak kint. Ezt most ön, aki a politikával foglalkozik, tudja nagyon jó, hogy egyetlen egy párt sem tudja azt megcsinálni, hogy meggyőződésből elmenjen valaki egy ilyen politikai fórumra, úgy, hogy pénzt, időt, energiát, emészt fel ez a valaki képes 50-70-100 kilométerről, valaki 200 kilométerről odaautózni, vagy busszal jönni, hogy velünk találkozzon, hogy ezen a családlátogatáson is. Azért van az, hogy amikor egy ilyen fórumot tartunk, és ott hát egy-két ilyen csúnya szó elhangzik, több is valamikor, mert a családban így beszélünk. És én azt gondolom, hogy az emberek, és van egy nagyon fontos dolguk, ezt is mindig elmondjuk, hogy bárki megnézheti, bármilyen, mert mindig élőbe csináljuk, hogy nincsen szövegünk. Mi nem készülünk szöveggel, és mert mi az igazat mondjuk, csak is az igazat, az emberek nyelvén. És mivel ha igazat mondasz, akkor megvan az a fajta előnyöd másról szemben, hogy nem kell emlékezned, hogy múltkor mit hazudtál. Tehát, hogyha igazat mondtál, akkor nem kell emlékezned, nyugodtan folytathatod ott, ahogy abba hagytad, mert nem fognak tetten érni hazugságon. És ez az a fajta kommunikáció, ami először nagyon nehezen ment át, de aztán rájöttek az emberek, hogy az igazságra van most igény. Tehát ez a jótékony hazugságok, amit a politikusok jelenlegi ellenzéki, mi ellenzéki macskajancsiknak hívjuk őket, ezek a megélhetési macskajancsik, mind kivétel nélkül, nálunk nincs kivétel. Bocsánat, az összes parlamentben ülő képviselőre személy szerint is igaznak érzi ezt? Igen. Tehát mondjuk a Hatházi Ákos is ilyen, a, Mellár Tamás, aki azért közelben van. Ugyanaz, Mellár Tamás is. Ugyanaz, Hatházi Ákost egy picit. De pusztán azért, mert fölveszik a képviselő fizetésüket, és ott vannak? Vagy? Nem azért, mert tudják, ők nagyon jól tudják. Ha én állattenyésző szakmával tudom, hogy mit kéne tenni, akkor ők diplomával főleg tudják, hogy mit kéne tenni. Csak az ugye kényelmetlen lenne. Mit kéne tenni? Mit? Vissza kéne az összesnek adni a mandátumát. Kiürül, ki kéne ülni a pajzs, ki kéne menni az utcába. Az utcára, és ott kéne kezdeni politizálni úgy, hogy nem állami fizetésen. Tehát őket Orbán Viktor tartja el. De ez azért akkor hatásos, és hogy az ellenzéken belül volt vita 2022-ben is a választás után, hogy akkor most ott legyenek, vagy ne legyenek, de mondjuk tételezzük fel, hogy ön megnyeri az előválasztást, és hogy valami úgy alakul, hogy be is jut a parlamentbe 2022-ben. Ott ül a parlamentben, akkor ön azt tette volna, hogy mondjuk átseveszi a mandátumát, látja, hogy mi a helyzet, mi az eredmény. Én ebben az esetben, amit ön mond, én azt ezt tettem volna, ahogy én láttam, hogy én akkor azt csináltam volna, hogy én nem fölvettem volna abban az esetben, igen, akkor, ha egyénileg megnyerem a választást. Igen. Mert nagy különbség van az egyéni és a pártszínekben. Én nekem az a halálom, amikor azt mondja egy de politikus... De mondjuk a két említett politikus, azért a Hatházi Ákos ugye Zuglóban, mert láttam más Pécset. Tehát én akkor azt csináltam volna, hogy én ugyanúgy nem ültem volna be egy frakcióba se, és ugyanazt én akkor kértem volna akkor Hatházi Ákos, hogy hadd üljek a kocsiba mellé, és járjuk, igen, az országot. Tehát én abban hiszek, ha már ez van, és ha már kapnak üzemanyag térítést, fizetést, igen, akkor ezt a paripát, vértet arra használják, hogy ne a parlamentben, a fűtött parlamentben kiabálják és mondják oda jól a dolgaikat, hanem az utcán. Csak hát látszik ez most, tökéletesen látszik ezeken a tehetségtelen politikusokon, hogy ők terepnek hívják azt, ami nekünk a való élet, mert nekünk ez a való élet, ő nekik meg terep, nem tudnak velük boldog, nem érti meg magát, nem érteti meg magát. Tehát eljön egy Kunhalmi Ágnes, lejön mondjuk Zalátára, és ott mit fog mondani? Hogyan tud, ki tud vele azonosulni? És most csak egy nevet mondtam, de bármelyiket mondhatnám. Akkor például ott vannak a Momentumos fiúk, lányok. Tehát most fejezték be, mit tudnak ők? Most ki tud velük azonosulni? És most elnézést kérek, de van az a belpesti értelmiségnek hívott. Ők is kezdik azt már észrevenni, hogy az a fajta politizálás elmúlt, vége. És ezt most már egyre többen észreveszik, hogy az a fajta politizálás. És én nem mondom azt, hogy az egy jó dolog, amit mi csinálunk, hogy kocsmai stílus, vagy otthon ebédlő asztali stílusba beszélünk, de most ennek van itt az ideje, és az igazság ideje van itt. És elég volt mi úgy hívjuk, én úgy hívom politikai fingreszelés. Elég volt ebből. Ez ment 33 évig.
Elég volt, mondjuk már végre ki az igazat. Mondjuk meg az embereknek, hogy szar van, szar a helyzet, oda kell tenni, de sajnos ezek a jelenlegi politikusok, akik most a parlamentben ülnek ellenzék színeibe, ezek képtelenek rá, mert unalomig űzött, levitézlet, szavahihetetlen, unalmas emberekből álló brigád. Bocsánat, ha ezen most valaki megsértődött, de ez így van. Én ezt tartom. És én azt gondolom, hogy ezt, amit most a Politikai Honlapok Szövetség is, mondhatjuk azt, hogy két kisfalusi polgármester indította, de amikor neves ügyvédek, akik még a nevüket nem vállalták, de mi tudjuk, és meglepődne, ha most milyen neveket mondanák önnek, hogy csatlakoznak hozzánk, és fölhívnak, és azt mondják, hogy ez az fiúk, és vállalj, az bármi van, akkor szóljunk, és ők képviselnek. Orvosok, közgazdászok, olyan közgazdász, szintén tudnék olyan neveket mondani, aki ön is már hallotta a nevét. Agrármérnökök, a mezőgazdák, kezd összeállni egy olyan névsorunk, akik egyre jobban támogatják és megtalálják. És oda jön hozzám például egy jogász, és azt mondja nekem, hogy mi is szerettünk volna valamit csinálni, de azt nem értik meg, amit mi beszélünk. Most azt értik, amit ti beszéltek. És be kell látni azt, hogy megváltozik, átfordul a világ, egy csomó dolog már nem lesz elég ez, hogy öltön nyakkendőt húzunk, odaülünk, elmondjuk, hogy választékosan beszélünk, és akkor elmondjuk az embereknek, hogy a GDP meg a ezek dolgok. Nem érdekel senkit, unalmas, elalszunk rajta, bealszunk rajta, és nem érdekel ez senkit. És az emberek változást akarnak, és valami újat. És ezzel tudnak azonosulni. Hát ki lenne most jelenleg Magyarországon hitelesebb két kis település polgármesterénél, akik X, én kezdő vagyok az Ernőhöz képest a 18 évemmel. Az Ernő már végrég, és ő mindent megjárt, tehát külföldön, tehát és akik csatlak, most is tudnék legalább 40 olyan polgármestert mondani, akik velünk együtt vannak, de nem mernek a fény, de hol, ha ebben most belegondol, de azért előbb-utóbb ki kell jönni a fényre. Ki kell, de 2024-ben eljutottunk addig, hogy egy polgármester nem mer kiállni, és nem meri azt mondani, hogy gyerekek, itt vagyok én is. Orvos nem meri ezt mondani. Tanárok. Annyi tanárunk van már a csoporton belül, hogy meg se tudom mondani. Értelmiség. És bírónő. Bírónő oda jön hozzám személyesen Harkányban. Nem tudtam, hogy az egy bírónő odajön haza, és azt mondta, hogy ez az nagyon jó, csináljuk, és velünk van, és izé. És akkor megkérdezem tőle, hogy mert engem mindig az zavart, hogy ön, mint értelmiségi, érti, amit én mondok? És azt mondta, hogy igen, értem, abszolút, és ne változtasson, így. Elég, azt mondta, neki elég volt az, amit hallott éveken keresztül. Nem akarja, ezt akarja hallani. Az igazat akarja az emberek nyelvén. És ez teljesen új, és most ugye az olyan, akiről beszélhetek, ugye Vajtó Lajos, aki ugye az RTL-en, ugye most mondhatjuk azt, hogy egy közismert ember, aki úgy becoming out-olt, és ugye azt mondta, hogy jó, hogy akkor innentől kezdve én is politikai hontalan vagyok, és annyira élvezi. Miközben neki azért van egy politikai múltja, amivel lehet akár vitatkozni, és ugye ő Horndyula környezetéből érkezett. Igen, és mindig ezt mondjuk, igen, és azért, mert ő Horndyulának volt a valamilyen sajtóreferense, vagy nem tudom. Igen, és? Tehát én voltam SZDSZ-t, vagy nem. Hát és sorolhatnám, hogy kik vannak tagjaink, akik SZDSZ-esek voltak. És akkor mi van? Tehát ezzel semmi baj nincsen. Eltelt sok év. Tehát, hogy itt erre a mozgalomra akkor az igaz, hogy azt nem nézik, hogy ki honnan jött. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert mindig megkérdezik tőlünk, hogy milyen ideológiánk van most. Akkor jobb, bal, szélső, nincs ideológiánk. Józan paraszti eszünk van, józan paraszti ésszel gondolkodunk. És ez az egyetlen. Engem nem érdekel, hogy ki volt. Én felelem, lehetett ő annyira MSZP-s, hogy elvágta az ujját, akkor szegfű potyogott belőle. Engem nem zavar. Ha ő egyszer fölébredt arra, hogy az a világ már nem követhető, akkor örömmel várjuk, és csatlakozza hozzánk. Ugyanúgy ez a narancsos nála, ugye, akinek sír és narancs folyik a szemeiből. Tehát az sem zavar. Engem nem érdekel, hogy valaki meleg. Minket ez nem. A cigányság. Annyiszor felhozzák a cigányságot. Na, nincs ilyen, hogy cigányság. Nálunk jó ember van, rossz ember van. Hogy milyen a bőröd színe, vagy te minek apostrofálod amúgy magad, minket ez nem érdekel. Jó ember vagy nem. Ha jó ember vagy, akkor itt van velünk a helyünk. Ha rossz ember vagy, akkor menj el innen. És nem érdekel. Viszont előnyöd sincs ebből, mert ugye én már ezt látom, hogy nagyon sokan próbálnak előnyt kovácsolni abból, hogy ő, mit tudom én, valami felekezetnek, vagy valaminek a kisebbségnek a tagja.
Igen, hát jó, gondolom, hogy előre meg amúgy sincs ott a mozgalom abban a helyzetben, hogyha akarna, se tudna most pozíciókat osztogatni, meg ígéreteket tenni senkinek nyilván. De azt én világosan értem, amit mond az ellenzékről, hogy ön akkor azt mondja, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzéknek egy feladata lenne, hogy kivonul a parlamentből, és mondjuk az utcán, vagy bárhol szervezkedik az emberek között, de ez nyilvánvalóan csak akkor lenne hatásos, hogyha ezt mindenki megtenné, és tudjuk, hogy hát mindenki milyen viszonyokat ápol egyébként a kormánypárttal is akár. De azért, amit mondott, az sok elmében már visszaköszönt máshonnan is, tehát, hogy ő nem így fogalmazott, de amit mondott, az politikai krédóként, ezt mondjuk úgy is meg lehet leegyszerűsre fogalmazni, hogy se Orbán, se Gyurcsány például. Ilyeneket is mondott már politikai erő. Akkor ott van Jakab Péternek a mozgalma, aki ugye a Nép pártján azt mondja, és ő is ugyan azt mondja, amit önök, hogy az emberek nyelvén kell beszélni, hogy ő is úgy egyszerűen fejezi ki magát. Hogy mi különbözteti meg önöket az összes többi ilyen próbálkozástól? Ezen az egyik kérdésem, és a másik, hogy a jelenlegi, és akkor most ne a parlamenti ellenzéki pártokba gondolkodj, mert ott világos az ön álláspontja ezzel kapcsolatban. De úgy általában a parlamenten kívül is vannak pártok, vannak mozgalmak. Lát olyan szövetségest, potenciális szövetségest, aki már most jelen van valamilyen szinten a közéletben, és akivel érdemes lenne összefogni? Jelenleg én nem látok olyat. Jelenleg nem látok parlamenten kívüli olyat, nem látok. Nagyon sok jó embert látok különböző dolgokba. Mi azt föntartjuk itt a politikai hontalanoknál, hogy mi nem szövetséget akarunk kötni csoportokkal, hanem az emberekkel, a civilekkel. Azért ilyet is szoktak mondani politikusok. Sőt, a Fidesz is azt mondja, hogy ők az emberek nyelvén beszélnek. Igen, ezt most szó szerint Orbán Viktor szájából hallottam, ez az emberek nyelvén, pedig ez a mi dumánk. Úgyhogy plagizálásért beismerlem Orbán Viktort. Érdekes, amit mondott ön például Jakab Péterről, meg egy-két politikusnál már tetten értük, hogy használják a mi szövegkörnyezetünket, és átvették ezt az igazat beszélünk az emberek nyelvén, mert tagadhatatlan, hogy ők figyelnek minket, és tökéletesen látják, hogy mekkora sikere van ennek, hiszen ha csak, mint mondtam, a Facebook csatlakozásból ez egy tökéletes példa, hogy de ha nem is a Facebook csatlakozást nézzük, egyetlen egy dolgot nem lehet másítani, nem lehet fizetett reklámokkal, nem lehet semmivel se befolyásolni a személyes találkozót. Ha egy fórumot meghirdetek, és ott mindenki tudja, amit már előbb mondtam, hogy oda az emberek maguktól jönnek meggyőződésből, és ez teltházas, akkor itt lehet félrebeszélni, lehet megmagyarázni, de ez bizony ez a legnagyobb siker. És hogy mi mitől vagyunk mások, mint mondjuk Jakab Péter, aki azt mondja, hogy ő nem kap az államtól pénzt, mint többi párt, de Jakab Péter a parlamenttől kap fizetést. A Jakab Péter kocsival jár, amit a parlament fizet. A Jakab Péter az üzemanyagát a parlament fizeti. A politikai munkatársait a parlamenti fizeti. Tehát egyetlen egy dolog van, ami minket megkülönböztet az összestől. Mi hitelesek vagyunk. Mi az emberek közül valók vagyunk, és rólunk nem csak elhiszik, hanem tudják, hogy közülük valók vagyunk, és abból, amiből mi csináljunk például egy fórumot, azt az emberek valódi mikroadományaiból. Nem csak ilyen himi-humi, hogy azért, mert ugye például Jakab Péterre visszatérve, hogy ő is kér adományt, ugye, hogy támogassák, de neki nincs erre rászorulva, hiszen ő x millió forintos fizetést kap. Én hol tehetem meg azt, hogy én bemegyek egy mély garázsba, és a parlamenti kocsiból választok egyet, és kihozom üzemanyagkártyával? Ilyet nem tehetek meg. Bár ilyet tehetni. Hol lenne most a mi szövetségünk? Ha az Ernőnek meg nekem semmi más dolgom nem lenne, csak főállásban úgy, mint a Jakab Péter, egy tisztességes fizetésért, üzemanyagkártyával, szolgálati kocsival csak járnunk kéne az országot. Hol lennénk mi most? És csak egyetlen egy napot tudunk erre, nem is egyet, meg kettőt, mert ugye pénteken megyünk, és szombaton jövünk. Most minden hétvégén gyakorlatilag, március, áprilisig most gyakorlatilag minden hét péntekünk be van. És körülbelül én nem hazudok, azt mondom, hogy 100 meghívásunk van 100 helyre. Igen, bár itt nyilván nem akarok én most a Jakab Péter ügyvédje lenni, csak annyit megjegyzek, hogy azért azt esetleg a javára lehetne írni, hogy rendben van, hogy megkapja a pénzt, mint képviselő a parlamenttől, a költségvetésről, az adófizetőktől, de ezek szerint, hogyha ő ezt arra használja, hogy járja az országot, és mondjuk próbál felépíteni egy mozgalmat, akkor végül is ezt a pénzt ő rendeltetésszerűen használja fel, nem? Jakab Péter arra használja fel ezt a pénzt, hogy a következő parlamenti választáson az 5%-a meglegyen, és újra bejusson a parlamentben. Pont ennyi, ezt ő is tudja.
Másik dolog, az nálunk faluhelyen, legalábbis faluhelyen, meg nálam személyesen sokkal többet ér az, ha én önnel kezet fogok, mint ha írok egy szerződést bármiről. Ha én egyszer azt mondtam erre, hogy ez így lesz, akkor is én ezt önnek megígértem, akkor nálam úgy van. Mindegy, mely ilyen papírt írtunk róla, én nem bírnék úgy lefeküdni, ha nem vállalnám. Jakab Péter megegyezett akkor, és nem védve Márki-Zay Pétert, és nem mondva, hogy olyan jó volt minden a kampányában. De Jakab Péter ugyanúgy, ahogy a többi párt politikusa, lekezelt Márki-Zay Péterrel, és indultak együtt az ellenzéki választáson. És nekem az az ember, aki az ellenzéki választás után, a kudarca után, mindegy, ki a feladat, tök mindegy, az elsők között volt, aki egy videót jelentetett meg arról, hogy mindenkire a Márki-Zay a hibás, én nem, az nálam ott vége. Viszont én úgy láttam, hogy közös fórumon már vett részt Márki-Zay Péterrel. Nem fórumon, hanem meg voltunk hívva Márki-Zay Péternek az egyik ilyen rendezvényére, egy ilyen hódmezővásárhelyi napokon, egy ilyen pódiumbeszélgetésre voltunk hivatottak. Ezt is magyaráznunk, ez is milyen érdekes, nem? Hogy magyaráznunk kellett sok embernek, hogy mi mit kerestünk ott. Hát politikai hontalan pólóban voltunk, és egy polgármester kollégánk meghívott, hogy az egy dolog, hogy ő mit képvisel, de hát mi nagyon szívesen elmegyünk vitafórumokra, bárki, én leülök, bárki. De akkor ő sem szövetséges, hanem egész egyszerűen egy helyzet alakult úgy, hogy, igen, hogy együtt nem voltak szövetség, ott. Igen. Mi ezt tiszteletben tartjuk, hogy a Péter elindított ez a magyar, mindenki Magyarország igen. Néppártja dologgal, én szerintem inkább kevesebb sikerrel, mint többel. De attól függetlenül ő abszolút nem azt képviseli, meg úgy, ahogy mi gondoljuk, ő meg ugyanígy van velünk. Tehát ezt elég erős is volna Márki-Zay Pétert megismerve úgy hallani, beszélni, hogy mi, mert nem tudnánk, ő nem tudja ezt megjátszani. Egy technikai kérdés, hogy a pártá alakulást már jogilag kezdeményezték? Képzelje el, hogy egy ügyvéd iroda jelentkezett be, aki teljes mellszélességgel minket támogat, és annyira, hogy ingyen és bérmentve elindították a pártávást. Ugye ez milyen gyorsan fog menni? Most igazából a mi helyzetünkben ez releváns kérdés, vagy irreleváns, mert nincs jelentősége, mert 24, tehát mostani EP választáson nem indulnak, nyilván az önkormányzati választáson esetleg nyilván a polgármester jelölteket, saját magukat nyilván támogatni fogják, nyilván találnak helyben olyan jelölteket. Mi azt mondjuk, hogy mi nem indítunk senkit, de ha látunk és kéri valaki a segítségünket, olyan, aki a valóban civil jelölt, aki távol tartja magát a pártoktól, és jó jelölt, vagy érzi magába az ambíciót, és indul, akkor azt tudja, támogatjuk a logónkkal, támogatjuk, amivel tudjuk, de mi nem indultunk, mert mi, az Ernő is, én is, és mi nekünk az a filozófiánk, mi azt szeretnénk egyszer majd elérni, hogy az önkormányzati választáson párt színeibe senki ne indulhasson, ott mindig egy civil jelölt induljon, mert ne a pártnak a dolgai érvényesüljenek, hanem a településnek a Tehát ez amit kicsit hasonló akkor, amit Vona Gábor fölvetett, hogy pártmentes önkormányzatot. Vona Gábor akkor fölvetette, amióta egy éve már ezt mondjuk. Ugye Vona Gábor meg, itt tudom én, most jutott eszébe előjönni a semmiből és újra. Hát az nem baj, hogyha az emberrel többen egyetértenek. Hát nem, de egyre többet visszaköszönnek a mi dolga. De mindegy, hát nem akarom én nekem, amikor kimondunk dolgokat, azt már kimondtuk meg, igen, hogyha élőben, igen. Tehát használhatja bárki, tehát most igazából nekünk mindegy, de értem. Ez számunkra nem új. Jó, világos, amit elmondott, hogy nincs ideológiájuk. Lehet, hogy most leegyszerűsítem, meg lehet, hogy nem is pontos, majd kijavít, hogy akkor jelen pillanatban ez a mozgalom, ez egy ilyen valami ellen szerveződő, egy ilyen protest mozgalom, tehát azt a fajta elégedetlenséget próbálja egyrészt fel is kelteni, meg meglovagolni, meg kifejezni, amit a politikai elittel szemben úgy érzik, hogy jogosan kell, hogy érezzen a magyar lakosság. De mégis azért azt gondolom, hogy ha valaki már párttá szerveződik, és nyilván a 2026-os választáson való elindulás az cél. Ez így van. Akkor azért nyilván ezen felül, hogy mit nem akarnak, nyilván mondani kell valami olyasmit is, hogy mit akarnak. És ez már egy klasszikus pártműködés csíráját hordozza magába, tehát akkor mégiscsak kell valami fajta, nem azt mondom, hogy ideológiai program, de mondjuk az identitást megfogalmazni, és nyilván, ha valaki elindul a választáson, akkor nem csak azért indul el, hogy bejusson az 5%-ot, hanem hogy olyan pozícióba is kerüljön, hogy amit ő helyesnek gondol, képvisel, azt meg is tudja valósítani, akár kormányzati pozícióból. Nyilván ettől nagyon messze vagyunk. De mégis az emberek, ha olyan helyzetbe jutnak, akkor föl fogják tenni a kérdést, hogy jó, szimpatikus, amit mondanak, a mi nyelvünkön beszélnek, de rendben van, de hogyha most azt mondanák, hogy holnaptól önök vezethetik az országot, akkor mit csinálnának? Ez egy jó kérdés, mert ezt nagyon sokszor föl szokták nekünk tenni.
hiszen mindenki azt várja egy általában egy ilyen szerveződéstől, mint a régen a program. Ugye mindig jönnek, hogy mi a program. Mi ebbe is mások vagyunk, mert mi nekünk nem programunk van, hanem ajánlataink lesznek a tagságunk felé, akik minket támogatnak, amit az emberekkel közösen akarunk. Ezt nem az, akarjuk, hogy a Vilcsekernél vagy az Alpár Gyuri találta ki, vagy a Vajtó és vagy a Kovács Jóska agrármérnök, hanem ezt egy közösen begyűjtött személyes találkozókból, összeszedett ötletekből fogjuk szakemberek által létrehozunk egy olyan ajánlatot, amit mindenki el tud fogadni. És abban lesz olyan elem, amiben Kovács Marika néni fölemelkedő, ez az én ötletem volt. Tehát mi ebbe is mások, mert nem tudunk mindent, nem tudunk, én sem tudok mindent, igen. Az Ernő sem, sőt a legjobb jogász sem tud mindent, és mindenkinek megvan a maga területe, hogy még a saját maga területén, úgy én önkormányzati 18 év tapasztalata, sokszor van, amikor észreveszem, hogy hát ilyet kezdő polgármester koromban nem követtem volna el egy ilyen hibát, és viszont, hogy minél többen vagyunk, akkor az ötletek alapján le lehet szűrni, hogy mire van igény, mire van társadalmi igény, hogyan lehetne azt megcsinálni. És ez egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mi a terepen élünk, ahogy a politikusok szokták mondani, és tudjuk, hogy min kellene változtatni. És minek van reális esélye. Tehát azt sem mondhatjuk, tehát mi nem mondhatjuk azt, mint a kutyapárt, hogy örök élet ingyen sör, és nem mondhatunk egy csomó olyan dolgot, amit tudjuk, hogy nem lehet megvalósítani, mert nem igazat mondanánk. Jó, bár ők ezt ugye visznek szánják. Igen, ezt visznek szánják, de mi az igazat tartjuk nagyon fontosnak, és hogyha nem mondanánk igazat, tehát hogyha valami olyat ígérnénk, ami nem megvalósítható, akkor nem mondanánk igazat. Igen. Ugyanakkor ez a fajta tevékenység azért pénzigényes. Ugye erről beszélt is. Az egy reális elképzelés, hogy egy pártot fel lehet építeni mikroadományokból? Igen. Hány, ugye azt mondta, hogy sokan csatlakoznak a Facebook csoportjukhoz, de azért egy dolog egy Facebook csoporthoz csatlakozni, és ott időnként valami aktivitást kifejteni, és nyilván más, konkrétan, akkor megint csak használjuk ezt a terepen pártszervezői munkát végezni. Van valami fajta becslés, hogy a támogatóik hívei közül hányan lennének ilyen aktív segítői vagy tagjai ennek a mozgalomnak, hiszen önmagában egy Facebook csoport tagság azért még nem azonos azzal, hogy igen. Valaki egy pártnak az aktivistája. Az elmúlt 2 hétben megalakult mind a 19 megyére a megyei szervező személye, és járásokra lebontották, és most ott tartunk, hogy Magyarország járásainak több mint a felében már megvannak a járási koordinátorok is, és járási koordinátorhoz csatlakozó aktivistáink is, családtagjaink, inkább úgy mondom, és hihetetlen az, ami most történik, aminek most a részesei lehetünk, ami itt a politikai hontalanoknál van, mert rettentően az emberekben van tetvágy, igen. És rettentően akarnak ez a csapathoz csatlakozni, hiszen itt nálunk mindenki magától jön, mi senkinek nem szóltunk, még soha nem szóltunk senkinek. Például Vajtó Lajost is kérdezték többen, hogy sikerült megszerezni Vajtó Lajost. Mi nem szól. Vajtó Lajos bejelentkezett, hogy sziasztok, Vajtó Lajos, ez a számon tudnánk beszélni? Így történt. Tehát mi senkit nem kerestünk, senkinek nem megyek oda, meg nem fogok fölhívni senkit, pedig tudnék nagyon sok nevet mondani, akinek örülnék, hogyha jönne, de ha ő nem érzi magától azt, hogy ő segíteni akarja a politikai hontalan munkáját, ő nem tartja magát politikai hontalannak igazából, akkor az nem lesz segítség, hiszen... És ha esetleg nem is tud erről, hogy van... Egyre jobban tudnak. Ha csak a Lajos mondataiból, a Lajossal való beszélgetésből, hogy mennyi közéleti személyiség, színész, közismert személyiség beszél vele, és azt mondja, hogy ez igen, és még várnak egy kicsit. Vár mindenki, hát ez egy teljesen új dolog. Ez egy annyira új dolog, hogy most mindenki nézi, hogy hova fog ez fajulni. 2026-ban akkor már tisztáztuk, hogy akkor indulni szándékoznak a parlamenti választáson. Ő elmondta azt, hogy ugye akár Jakab Péterrel kapcsolatban is, meg ugye általában az egész ellenzékkel kapcsolatban, hogy igazából az a cél, hogy valaki eléri az 5%-ot, bejusson, és akkor juttatásokat kapjon. Bizonyos értelemben nyilván egy pártnak ez a célja, valószínűleg önöknek is ez az a céljuk, hogy nyilván az lesz a siker, vagy az a minimális siker, hogy bejussanak a parlamentbe. Ha bejutnának, akkor önök már ki is vonulnának egyből a parlamentből, vagy mi az ön hitelességet hogyan tudják megőrizni ebben a helyzetben? Tehát mi elmondjuk nagyon sokszor, hogy az Ernő én is, Ernős meg én is, mert általában mindig az van, hogyha valaki vállal valamilyen ilyen vezetői szerepet a pártba, vagy arca lesz a pártnak,
akkor ugye az a lista vezetője a pártnak. Tehát a parlamenti... Tehát mi sem én, sem az Ernő nem akarunk parlamentbe kerülni. Tehát mi nem is leszünk rajta a listán. Mert ugye most olyan szabály szerint el is kellene dönteni, hogy valaki polgármester vagy képviselő, mert összeférhetetlen. Igen, de attól függetlenül én nem akarok. Tehát én nem akarok parlamenti pártba, tehát nem akarok parlamenti képviselő lenni, mert nem az én dolgom. Én állattenyésztő a végzettségem, és én tisztában vagyok a korlátaimmal. Ezt én mindig el szoktam mondani. Az a legnagyobb baj, hogy a mai politikusok nincsenek tisztában a korlátaikkal. De nem azért mondom, mert én azért azt gondolom, hogy még most is azt is el szoktam mondani, egy kis ujjamban több van, mint most 10 képviselőben, akik bennülnek, hanem én azt gondolom, hogy én azért dolgozok, és azért azt szeretném, és tudom, hogy ez kicsit ilyen utopisztikus, de én azt szeretném, hogy a parlament visszanyerje a maga méltóságát, és az, hogy egy országgyűlési képviselőre úgy nézhessünk föl, mint egy államférfi, mert most nem tudunk. Igen. Tehát most nem tudunk, és én azt szeretném, hogy a Politikai Hontalanok Szövetségének listáján olyan emberek szerepeljenek, akik soha meg nem égették magukat a politikában, a civil életben sikereket értek el, és az adott dologban, amit csinálnak, a szakmájuk elismert arcai legyenek, és minimum 10 évet legalább adózzon az életében, a civil életben, hogy utána hozzon. Tehát én abban bízok, hogy egy ilyen parlament, idegen nyelvet beszél, diplomás iskola, nem tartom sokra az iskolai végzettséget, de legyen iskolai végzettsége, legyen, az se baj, ha idegen nyelvet beszél. Én egy ilyen névsorban gondolkodok, amiben az én nem vagyok benne, ettől függetlenül, mert én azt gondolom, és ez nagyon fontos a politikai hontalanoknál, hogy a Politikai Hontalanok Szövetsége, amivel megint más a többitől, hogy maga a szövetség találja meg az embereit mindenféle posztra. Ez beleértve adott esetben egy listavezetőt, miniszterelnök jelöltet, ez mindenkire vonatkozik. Ez mindenkire. Tehát az nem, nálunk az úgy nem fog működni, hogy odajövök, hogy figyeljetek, én akarok lenni majd. Ilyen nincs. Tehát már most látszik, hogy például az országos koordinátorunk, és azért lett országos koordinátor, mert ő úgy elkezdett benne dolgozni, és gyakorlatilag maga a szövetség, ami nem egy élő dolog, de mégis élő dolog, kiválasztódás alapján kerülnek oda, és mi sem úgy indultunk neki, de most már az van, hogy mi vagyunk a zászlóvivők, és mi vagyunk az arcai ennek a szövetségnek. És a jövőben a mi dolgunk az Ernővel továbbra is ez lesz, hogy ezt a szövetséget népszerűsítsük, és mi legyünk az arcai. Nekünk nem a parlamentben a helyünk. Ott nem lehet csúnyán beszélni, nem lehet avval a mentalitással lenni, és ne is legyen az, mint amit mi képviselünk. Oké, hogy jó dolog, meg szimpatikus embereknek, de az a parlament az az országház, legyen meg a maga tekintélye. Én azt szeretném. És hogy amikor majd összeáll, az már úgy is fog látszani, amikor összeáll egy lista, az nem mi fogjuk megírni az Ernővel, hanem látni fogjuk, hogy ki milyen részt vállal a munkába, ki mennyire aktív, ki hogyan vett részt a munkába, ki mit, mennyire elhivatott a politikai hontalanoknál, mi van, és addig látszik a... Tehát mondok egy példát. Baranya megyei koordinátunk például most a Budai Gábor egy cigány származású srácet. Nem azért, mert ő cigány, hanem azért, mert úgy részt vette, és egyszerűen csak a többiek kirakták magukból, hogy figyelj, Gábor, te legyél a koordinátor. És ez ilyen egyszerűen történnek a dolgok, és mi csak nézzük, hogy hopp, ez ki ez, és akkor, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk ez így működik. Ugye, amiről beszéltünk, az mindig jelen pillanatban itt a vidékre vonatkozott, a magyar vidékre. És ez a terep azért egy nem fideszes szereplőnek, politikai szereplőnek, vagy politikai ambícióval rendelkező szereplőnek nem tűnik túl, hogy mondjam, kedvező terepnek, mert ugye a választás eredményeken is azt láttuk, hogy itt azért a Fidesz nagyon erősen dominálja a vidéket, ugye Budapest egy külön történet, meg egy-két nagyváros, ahol erősek az ellenzéki pozíciók, és hát ugye azért azt halljuk, hogy a Fidesz az kifejezetten a vidék pártjaként definiálja magát, ugye Lázár János kifejezetten ebben a szerepben tündököl. Most azt is halljuk, hogy most a vidék jön, meg hogy az Európai Uniós pénzeket a vidékre kell terelni. Hogy ő mégis lát itt mozgásteret, hogy amit a Fidesz mond, akkor ez nem nagyon csorog le konkrét intézkedések formájában? A Fidesz fölismerte azt, hogy a vidéken vannak már csak a szavazói. A Budapesten és a megyei jogú városokban már nagyon kevés az a Fidesz szavazó, és ott ugye más híreket is néznek, nem csak Magyar Egyet. Viszont amit ön mond, abban teljesen egyetértek addig, hogy benarancsosodott a választásokkor, ugye tehát a körzetekbe. De ez mind annak köszönhető az ellenzéki megélhetési Macska Jancsiknak, hiszen soha nem az adott település, vagyis a vidékhez tartozó, vagy az adott térségbe, vagy körzetbe jó jelöltet indították, hanem mindig a díleknek megfelelő jelöltet
állították oda, és amit annak idején Márki-Zay ugye mondta, ezt a füstös szobákat, mindig ott dőlnek el a jelöltek. Sohasem az, pedig nagyon egyszerű ám, tehát nem kell újat, kiguglizzuk a nevet, beírjuk a Google-ba egy adott körzetbe, hogy mit tudom én, Baranya, az én esetemben Baranya 4-es válaszó körzet, kik a jelöltek? Mondj egyet, te DK, mondj egyet, te, ki, üssük be, kiről ad ki többet? Akkor az a jelölt, kész, hagyjuk ezt a hülyeséget, ezt az előválasztót, itt meg a izét, itt dílekről szól, és amíg ez lesz, addig a Fidesz fog nyerni. Viszont a Fidesz erre nagyon odafigyelt, és ezt jól csinálta, hogy a vidéki embereknek megfelelő jelöltet választott. És még akkor is, például maradjunk a mi esetünkben, hogy a Baranya 4-es választókezdet, hiába indult a DK-s hölgyike, nem látnak benne erőt, nem gondolta azt senki sem, amikor el kell menni válaszolni, hogy ő le tudja győzni a fideszes jelöltet. És akkor elmegy, akkor már mindenek, ha már ott van, akkor fideszesre húzza be, annak ellenére, hogy nem akarja. Csak amikor azt látja az ember, hogy a Fidesz ezt jól csinálta, tehát megválogatta a jelöltjeit, tehát nem mindenképpen ráerőltette, volt egy-két körzet, amit biztosan tud, hogy nyernek, de azért nagyon sokszor figyelembe vette azt, hogy mennyire jó a jelöltje. És nem erőltet rá egy teljesen súlyt politikailag, súlytalan kinézetre, mert nagyon bárki bármit is sokat számít a kinézet. Azért az elefántfülön, amikor lebeg egy olyan ember, aki semmi jót nem nézek ki belőle, ugye főleg egy vidéki embernél. Hát ott nagyon a sunyi, ugye fölnéznek rá. Hát műdő, hogy is. Most hiába egy szíve mélyén csodálatos jó ember. Ha ránéznek, és mondjuk egy ilyen öreg, már tényleg a tehát, hogy mondjam, egy nem jó kinézetű emberről, nem látom rajta, nem tükröződik vissza, hogy ez igen, ez az én falum, ez a térségem, meg a meghatározó alakja lesz, akkor nem fogok rá szavazni. És a vidéki emberek általában nem tudja. Hát most mondok egyet, hogy ha mondjuk Ötvöskónyiba Józsi bácsi, fogalma sincs az, hogy az alap, ők még az embereknek van egy bizonyos, szerintem 20-25% az alapján szavaz, hogy az elefánt fülön meg ki van rajta. Hogy az neki mennyire szimpatikus. Van ott egy jó öltözött, jó megjelenésű fiatalember, meg van egy néni, aki én kontyos néni, aki úgy néz ki, hogy aki most hagyta éppen abba a befőtt elrakását. Hát akkor mit fog mondani a Józsi? Hát akkor az a fia, az egy fasz a gyerek, az arra. Holott ő lehet, hogy nem is tudja, nem is szereti a Fidesz, csak látja a nevét. És ez egy óriási baj, hogy sohasem a megfelelő jelöltet indítják. Sohasem a megfelelő. Tehát a jelenlegi ellenzék sohasem, ezt láttam, ezért undorodt. Én megundorodtam magától a politikusoktól, hogy mindig ezek a dílek, ezek a jaj, ki, hogyan, hát meg kell nézni, most az önkormányzati választásra készülnek. Már a nem létező pozíciókat osztogatják egymásnak. Tehát azt mondja, hogy akkor nem indít a DK ott jelöltet, ha viszont azt nekem két DK alpolgármesteri szék az enyém lesz. Hát gyerekek, először meg kéne nyerni azt a választást, aztán. Az nem számít, hogy a Kovács Jóskának semmi esélye nincs, de a lényeg az, hogy akkor is őt indítsuk, mert ez nekik presztízs. Tehát presztízs egy DK-nak, hogy minél több polgármester jelölt. De elmondhassa a Momentum is, és ez így borzasztó. Annak az új mozgalomnak, pártnak lesz valamilyen rap himnusza, vagy már dolgozik ezen, vagy ilyesmi, vagy azzal már megvan? Már megvan. És már ez hivatalos, vagy ezt előadták? Hát vagy nem, ez fönn van a YouTube-on, nagyon nagy örvendnek ez a Csak is az igazat című szám fönn a YouTube-on. Ezt láttam, csak nem tudtam, hogy ez már az. Hát ez már elkészült, próbáltunk a fiatalokra hatni, mert ugye azt nem tudjuk még, hogy a fiatalokra, hogy ezt látjuk a közönségünkön, akik személyesen meg ugye csatlakoznak hozzánk, hogy a 35-től fölfele csatlakoznak, és a fiataloknak kéne jobban csatlakozni. Én nagyon örülnék annak, hogyha például Azaria egy politikai hontalan pólóba, egy akusztikus gitárral egy pár akkordot eljátszana a Csak is az igazat című dalból, vagy éppen Krúbi, amikor arról énekel, hogy Orbán verti a Ferinek helyette mondjuk elénekelni a mi dalunkat, ez mondjuk egy jó dolog lenne, de valahogy nem találtak meg még minket a fiatalok, pedig a fiatalokért csináljuk ezt az egészet. Tehát ez nagyon fontos, hogy megdöbbentő az, hogy és óriási élmény az, amikor mondjuk egy 83 éves néni ránk ír, és azt, hogy mi hogyan tudok segíteni. Hát sehogy nem kell segíteni. Azt mondja a Vilcsek Ernőnek, mert három falu van arra, hogy Ernő, jöjjön át, adok egy kis pénzt társadalmi, de jöjjön át, mert ő akkor, de nem kell, mert ő negyedül el, 83 éves, de ő ragaszkodik, hogy át kellett mennie három faluval arra, be kellett tőle fogadni pénzt, hogy vegyen ásványvizet a következő rendezvényre.
És ő akkor érzi, és ez egy igen. csodálatos dolog, és ez az ad erőt nekünk a folyamatos támadást, mert ugye hát azért állandó támadásoknak vagyunk kitéve. Állandóan bántva vagyunk meg mindenben, és nekünk az ad erőt, hogy amikor a személyesen találkozunk a tagjainkkal, a családtagjainkkal. Tehát önöket nem elhallgatják, hanem inkább támadják önöket, azt érzi? Persze. Hát már a komment szekcióban. Ja, igen. A média elhallgat minket. Azt tökéletesen tapasztaltuk, hogy fontosabbnak tartja egy-két újság mondjuk az, hogy az egyik levitézlet politikus mit írt oda az egyik komment szekcióba, mint hogy azt elmesélje, hogy mondjuk Szegeden egy politikai hontalanok csoport, ami a Facebookról van, annyian voltak, hogy még a folyosón is álltak, tehát full teltház volt. Igen. Tehát erről nem, valahogy nem akar. Tehát nem akar tudomást venni arról a média, hogy van ám egy, valami szerveződik. És azoknak az embereknek, akik ilyen politikai hegemóniában vannak, hogy van rá, van valami. Tehát ne érezzük, mert mi is egyedül éreztük magunkat ebben a dologgal, hogy vagyunk mi, akik azt gondoljuk, hogy sehova nem tartozunk, és akkor találkozok az Ernővel, de hát ő is így van. Aztán a harmadik, aztán a negyedik, és akkor így jutunk el addig, hogy naponta azért csatlakoznak ennyien hozzánk, mert az mindaz az ember, aki már mindenben csalódott, és azt mondja, hogy végre valami, amiben lehet hinni, aminek részese szeretnék lenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Alpár Györgynek, és őszintén kíváncsi vagyok, hogy hova, hogy fog alakulni ennek a mozgalomnak, ennek a leendő új pártnak a története, és végül is ugye fontos üzenetek elmentek itt Azaria és Krúbi felé is, majd meglátjuk, hogy eljutnak, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szánta az idejét, a legjobbakat kívánom. Nézőinknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a Kompországa jövő héten új adással jelentkezik. A viszontlátásra!